Feltételezett 120 ezer szerbiai családi borászat közül mindössze 245 van hivatalosan bejegyezve, és közülük is csak 105 borászat vállalta fel, hogy társul a földrajzi eredetvédelmi rendszerhez. A kis területet művelő, horgosi borászok többsége a magas járulékos költségek miatt maradt ki a regiszterből. Mi nagyon szeretnénk, hogyha továbbra is úgy gazdálkodhatnánk, úgy termelhetnénk a szőlőnket, borunkat, hogy annak nyoma maradjon évtizedeken keresztül, mert ez most már arra megy ki a játék, hogy ez biztosan, hogy utána fognak nézni állandóan, hogy kinek mennyi bora van, és a törvényt ők meghozzák, mint észre se vettük, csak az, hogy egyszer jönnek ellenőrizni, és ezt nekünk nem hiányzik. Ezt a kevéske bort, amit mink elszűrünk, ezeket a mi baráti körünkbe elfogyasszuk meg, hát így dolgozunk most már csak egyenlőre. A másfél hektárnyi szőlőültetvényen gazdálkodó nyugdíjas kisiparos jövedelemkiegészítésként foglalkozik borászattal. Hát ez a mi kormányunk úgy állapította meg a bortörvényt, vagy hozta meg, hogy ugye a kicsik azok nem nagyon tudnak úgymond labdába rúgni, csak a nagyok. Én nem is tudnám a boraimat így palackozva árusítani sehol se, a törvény szerint, csak rinfúzba innen a pincéből, és akkor kannásbornak. Ugye akár milyen jó minőségű, akkor is csak úgy lehet a törvény szerint nekünk kicsiknek árusítani. Szerbiában a borkivitel évről évre növekszik, és értéke tavaly elérte a 16,5 millió eurót. Ugyanakkor a behozatal értéke, ennek több mint kétszerese, 42 millió dollár. A kistermelők szerint a mezőgazdasági minisztériumnak módosítania kellene a bortörvényen, hogy a nagyszámú családi borászat gazdasági érdeket lásson a földrajzi eredetvédelem elnyerésében és termékeiknek a kis- és nagykereskedelemben való megjelenésében.